Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti mozaikot, a Kistelekvárosi Televízió közéleti magazinműsorát látják. Mai adásunkban ellátogatunk a kisteleki kézlabda táborba, megismerkedhetnek a vidéki élettel a vidéki ízei táborba, és Brendan Amaso plébános első kisteleki misét is megtekinthetik felvételről. Tartsanak velünk! Idén is kézlabda tábor várta a gyermekeket Kisteleken. Az egyhetes tábor során nem csak a népszerű labdajátékkal ismerkedtettek meg a gyermekek, sok más színes program is várta őket a hét folyamán. Augusztus 12-től minden a kézlabdáról szól a kézlabda táborban Kisteleken. Milyen programok várják itt a fiatalokat? Igen, kézilabdai sporttábort hirdettünk még a tanév végén. Erre jelentkeztek, hál' Istennek, szép számmal 25 gyerkőc jelentkezett a táborba. Itt a táborban a fő sportág a kézilabda, viszont ezen kívül számos lehetőség nyílik a gyerkőcöknek, hogy sok mindent kipróbálhassanak. Például első nap kreatívoskodás is volt, ezen kívül voltunk a tegnapi napon a Kiskun majd nem. Szóval az első napon lehetett kreatívoskodni, majd a tegnapi napon a Kiskunfélegyházi fürdőben is voltunk egyet strandolni. A mai napon a reggelt futóedzéssel kint a partba kezdtük, utána pedig kutyás foglalkozáson is részt vettünk még a délelőtt folyamán. Most pedig a gyerekek jöttek be a csarnokba, és picit a kézilabdás alapokon túl. Most már olyan szinten vagyunk, hogy lassan a kis játékokat kezdjük el játszani. Majd velük. A bemelegítésbe csöppentünk bele itt az elmúlt percekben. Milyen gyakorlatok várják őket a délután folyamán? A bemelegítés után, ahogy mondtam, így a kis játékok kezdjük el velük átvenni. Igazából ez az 1-1 elleni, 2-2, 3-3 elleni játékok, most már kapura történő játékokat kezdjük el játszani. Nagyon motiváltak a gyerekek, mert végre azt várják, hogy mikor meccsezhetnek egy kicsit, mikor játszhatnak egymás ellen. Nagyon szeretnek versengeni. Mi pedig mindig próbáljuk azért nekik mondani, hogy itt a táborban nekünk mégiscsak az a célunk, hogy mindenki jól érezze magát, és ez az elsődleges célunk és feladatunk, hogy azon kívül, hogy sok mindent megtanuljanak, de azt szeretnénk, hogy jókedvűen, sok mindent megtanulva, de új élményekkel gazdagodva térjenek haza minden nap után. A tábor folyamán kedvet kapnának kézlabdázni. Milyen lehetőségeik vannak nekik itt Kisteleken? Kisteleken most többféle szintéren fogunk, ha minden igaz, akkor lenni. Lesz az általános iskolás blokk, ami lehetséges, hogy a kézilabda az iskolában keretein belül fog mostantól az idei évben elindulni. A nagyok pedig a bajnokságokban indulnak. Mi a Tiszavolán kézilabda klubnak vagyunk a tagjai. Itt van, elsősorban lány kézilabda van nálunk, de van lehetőség a fiúknak is, hogy csatlakozzanak és kézilabdázzanak nálunk. Mikor indul a Tiszavolánnál az idény? Elkezdődött már a felkészülés? A nagyoknál mindenféleképpen, a felnőtt csapat már hetek óta alapoz. A kisebbek, így az U12 környékén, ők körülbelül a jövő héten fogják megkezdeni a felkészülést a bajnokságra. A legkisebbek, az alsó tagozatos sok, ők pedig majd szeptember után, ahogy látjuk, hogy hányan jelentkeznek, meg kialakul ez az új rendszer, akkor fogjuk majd megkezdeni az edzéseket. Nekik vélhetően hetente két edzés lesz, és az általános iskolába leszünk majd. A napközi időn belül próbáljuk ezt megszervezni, úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel. Legyen az felnőtt, aki szeretne, kézilabdázott és szeretne újra egy csapat része lenni, legyen az felső tagozatos, őket is szívesen várjuk, de a legkisebbeket is nagyon. Az e-heti táborban 25 gyermek vesz részt. Milyen segítséget kap ön itt a tábor folyamán? Ezt a tábort nem egyedül vezetem, Mihály Fikati kolléganőmmel vezetjük ezt a tábort, és ketten nagyon jól együttműködve a gyerekeket próbáljuk irányítani és tanítani, és a kézilabdának minden csinyát, binyát megtanítani a gyerkőcöknek. A jövőben terveznek-e még hasonló sporttáborokat itt Kisteleken?
Bízom benne, most is volt rá igény, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha lenne. Ami érdekes, hogy elsősorban nem feltétlenül a kézilabdások jelentkeztek csak kizárólag erre a táborra. Nagyon sok külsősünk is van, tehát az ne tartson vissza senkit, hogy ez egy kézilabdatábor, mert görkorcsolyástól, néptáncoson keresztül, a focistán keresztül bárki jöhetett, és vette is igénybe a táborunkat, aminek nagyon örülünk. Mennyire nehéz feladat átadni itt a kézlabda alapszabályait a fiataloknak? Igazából azok, akik járnak hozzánk kézilabdázni, ők azért alapjában véve tisztában vannak vele. Azok, akik nem, azok is valamilyen szinten az iskolai keretek között már tanultak alapokat, viszont próbáljuk itt azért valamilyen szinten egységesre hozni, és például ebbe a táborba külön szedjük a fiúkat akár, valamint a kislányokat, mert több fiú nagy jelentkezett, ők viszont azért már pörögnek, meccseznének, és ők azért nagyon szeretnének már többet. A kisebb lányokkal több alapot tanítunk, nekik több alapot tanítunk meg, valamint náluk a kisebb játékok fognak dominálni, a fiúk azok már nagyon nagy pályázni és meccset játszani szeretnének. Augusztus 5-től vidék ízei tábor tartottak Balástján. Az ötnapos táborban a játékos programok mellett lehetősége nyílt a fiataloknak a vidéki élet feladataival is megismerkedni. Emellett paradicsom és szilvaszedés is várta őket. Ó, arról is szedjetek ott! Legesztek fel a fejem. Ez kötelező. Arról így, erről az ágról. Ezen szépek vannak. A balástyai Gajgonyatanyán vagyunk, ahol ezen a héten vidék ízei táborra várják a gyermekeket. Milyen programok várnak rájuk? Nagyon sok játékkal készültünk, különböző ügyességi játékokkal, illetve bemutatjuk a tanyasi élet szépségeit, hogy mivel is foglalkozunk itt. Ez egy működő gazdaság, szüleim által működtetve, és bemutatjuk a gyerekeknek, hogy milyen is a vidéki élet. Beletartoznak a játékok, a sütés, főzés, különböző kóstolási feladatokkal és mindenféle jóval várjuk őket. Na, várj, ezt meg kell kóstolni. Amik könnyen lejönnek, azok nagyon érettek. Itt lehet tudni erről a tanyáról. Milyen fajta növényeket termesztenek itt? Van sárgadinnye, paprika, és tavasszal szokott lenni saláta, tehát nagyon sok minden zöldség megtalálható, meg gyümölcsök is természetesen, de az inkább saját fogyasztásra, mint eladásra. A gyermekek nem csak játékokkal, hanem különböző feladatokkal is találkozhatnak, amely szervesen kapcsolódik a vidéki élethez. Milyen feladatok várnak rájuk? Beszoktunk menni a fóliákba, szedünk reggelire paradicsomot, paprikát, illetve hát játék, játék és játék minden mennyiségben. Hány gyermek vesz részt ezen a héten a táborban? Most 13-an vagyunk összesen, a múlt héten egy picit többen, 17-en voltunk. Nagyon szeretnek kijönni, egy buszos úttal kezdődik minden reggel, mert a legtöbb gyermek Szegedről érkezik, illetve Szeged vonzás körzetéből, úgyhogy onnan jövünk ki minden reggel, és megyünk haza délután busszal. Terveznek a jövőben hasonló táborokat indítani itt? Mivel nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a szülőktől, és a gyerekek nagyon nagy élménnyel mentek haza, sőt, van, aki vissza is szeretett volna jönni ebbe a második turnusba, ezért az a terv, hogy lesz még ennek folytatása. A vidék ízei táborban nem csak helyiek és környékbeliek, hanem Szegedről is sokan érkeztek fiatalok. Hányan érkeztek onnan? Szegedről most majdnem 10 érkeztek, az előző turnusban voltak többen, ott több mint 10 voltak, viszont onnan még Budapestről is jöttek lányok, és nagyon jól érezték magukat. Milyen feladatokkal jár a vidéki élet? Mivel ismerkedhetnek meg itt a gyermekek? Itt a
tanyán nagyon szeretnek zöldséget, gyümölcsöt szedni a gyerekek, imádják a homokot, hát folyamatosan ott építenek, eltemetik egymást úgymond, vagy betemetik egymást homokkal, akkor nagyon szeretnek mondjuk kincskereső játékot játszani, számháborúztunk, amiket úgyis igazából úgy nem szoktunk bent, vagy ugye én mivel tanítok, így az iskolában sincs rá nagyon lehetőség, mert nincs akkora tér. Itt nagyon-nagyon jó dolog, hogy óriási terünk van, szabadon járkálnak össze-vissza a gyerekek, mert ugye zárt tér, és imádják mezit láb, félmeztelenül, tényleg nagyon otthonosan érzik magukat, meg sokan megtapasztalják azt is, ugye nyilván a városban azért ott a közlekedés minden nehezíti ezeket a dolgokat. Itt tényleg az a jó, hogy szabadon járkálhatnak mindenfelé, retro játékokkal játszhatnak, sütünk, főzünk, azt is megtapasztalják, sokan nem nagyon szoktak segíteni otthon, így most tudnak, megtanulják a sütés-főzés rejtelmeit, akkor a tyúkokhoz ki szoktunk menni, ugye az sincs mindenkinél nyilván, a házi állatok. Sok gyermek érkezett Szegedről is az idei táborba, ők milyen élményekkel gazdagodhatnak itt? Azt gondolom, hogy nagyon jó élményekkel gazdagodtak, mindenki olyan boldog, így a szülői visszajelzések alapján, meg a gyerekek visszajelzései alapján nagyon-nagyon érdekes nekik ez a világ, egy teljesen más világba cseppentek bele, és nagyon-nagyon szeretik, nagyon-nagyon élvezik, meg még tényleg ezzel a rengeteg játékkal, rengeteg szabadtéri programmal, én azt gondolom, hogy elnyertük a gyerekek tetszését is. Amanso Brendan atya vette át a távozó Antal Imre atya tisztjét Kisteleken. Brendan atya 2020 nyarán került Kistelekre, mint diakónus, pappászentelése után Kisteleken kezdte meg első szolgálatát káplánként. Augusztus 1-től Amanso Brendan atya veszi át Antal Imre tisztjét itt Kisteleken. Hogyan fogadta a hírt? Amikor a püspök behívott, hogy beszélni akar velem, ahogyan leraktam a telefont, az első ember, akit hívtam, az természetesen a főnököm, aki nem más, mint Imre atya. Mondtam neki, hogy püspök úr behívott, és a jövőmről szeretne velem beszélni. És a következőket mondta nekem, azt mondta, tudom, én is ott leszek. És akkor megnyugodtam. Amikor együtt bementünk akkor, és a püspök közölte velem, hogy átvennék Kisteleket Imre atyától, Imre atya is ott volt. Ráfordultam, ránéztem, mert azért 8 település az sok, az nagy munka. Nem lehetetlen, de nagy munka. És mondja nekem, hogy hidd el, jól lesz, segítek. Megint megnyugodtam. Úgyhogy jó fogadtam a hét. Egyrészt ez egy megtiszteltetés, hogy rám bízták ennyi település. Másrészt, ismerem a hely, nagyon szeretek Kisteleken lenni. 3 éven keresztül dolgoztam itt, vagy szolgáltam itt Imre atya mellett, úgyhogy ez olyan, mintha hazatértem, visszajöttem haza. Úgy fogadtam a hírt. Mint ahogy említette is, Antal Imre atya mellett lelkész segédként 3 évet dolgozott itt Kisteleken. Akkor hogyan fogadták a helyiek? Szerintem nagyon jó. Nagyon jó. Legalább én nagyon éreztem, hogy befogadták, éreztem a szeretetüket minden szempontból. Jót éreztem magamat. Azon a 3 éven belül szerintem nem volt olyan hely, ahol féltem menni, inkább így mondanám. Mindenhol találtam magamat, legalább próbáltam, mindig is próbáltam alkalmazkodni a helyi béliekhez, mármint a kistelekiekhez. Próbáltam magamat lenni, és nagyon jól éreztem itt, nagyon-nagyon jó. És remélem és bízok benne, hogy továbbra is nagyon jó fogok itt érezni. A kistelekiek között. Beszéljünk kicsit a kezdetekről. Nigériából jött. Ott milyen a vallási élet? A Nigéria az egy több mint 200 millió lakos ország, tehát rengetegen vannak is. Ott majdnem mindenki azonosul valamilyen vallással, vagy kereszténységgel, vagy a muszlimmal, vagy akár a törzs vallással. Majdnem minden egyes ember valahova tartoznak. Csak számukra fontos a vallás. Tisztában vagyunk azzal, hogy létezik fölöttünk egy Isten.
A kérdés az, hogy milyen Isten. Mi keresztények hiszünk a mindenható Istenben. Tehát számunkra fontos az, hogy letérdelünk imádkozni. Akár kérni a Istentől, hogy segítsen, vagy bátorítson, vagy védjen. Valamilyen szempontból az egyféle támasz ad nekünk, megnyugtat, hogy Isten ott van, odafon van és vigyáz ránk. Tehát nem viccelődünk a vallásunkkal. Igen, az egy komoly része az életünknek, sőt a kultúrának is. Minden eseménnyel, az imádsággal kezdünk, és azzal zárunk az eseményeket. Úgyhogy sőt, mi keresztényeknek, mint tudjátok, van a kereszteléskor kapunk egy új név. Nálunk nem csak a keresztnévet kapunk, a törzs nevünk is általában valamilyen a kötődése van a Jóistenhez. Az én esetemben a törzs nevem az Csikamarampám, ami azt jelenti, hogy Isten tudja, mire vágyakozok. Tehát majdnem mindenkinek van hasonló neve, ami valamilyen módon utal a Jóistenre. Akkor azt elmondhatjuk, hogy a hitélet Nigériában a nigéria emberek szerves része. Igen, igen. Mondhatjuk azt, igen. És kicsit még itt a kezdetekről. Hogyan került ön Magyarországra? Megint szerencsés voltam. 2013-ban Nigériából látogatott ide a ottani főnököm, püspököm, és a Magyarország tartózkodása során megismerkedett, vagyis barátkozott Kisrigó László püspök úrral, aki kérte, hogy ide küldjön két ember, két kispapot. Hazajött a püspök, és engem, meg Benjamin atya, aki szintén tavaly itt szolgált, mi ketten küldött Magyarországra. Egyszerűen úgy kerültem Magyarországra kispapként, és azóta Kisrigó László püspök úr gondoskodott rólunk, ugye átvette mindent, ami rólunk szó, és neki köszönhető, hogy itt vagyok, igen, mai napon. Szeret itt Magyarországon, illetve Kisteleken? Szeretek itt lenni. A Magyarország, sőt, Kistelek az már nem, az a másik házam, a másik otthonom. Friss papként, amikor kikerültem a papnevelő intézetből, egyből Kistelekre kerültem. Akkor még nem is voltam pap, diakonus voltam. Itt voltam, amikor a pappa szentelték, itt tartottam papként az első misémet, és itt szolgáltam Imre atya mellett 3 éven keresztül, és megint itt vagyok. Úgyhogy Kistelek sokat jelent számomra. Szerintem, ha leúnik most írni az életrajzomat, olyan nincsen, hogy kihagynám Kisteleket, nem. Mert sok minden esemény, sok mindent embert ismertem itt, sok minden történt velem itt Kisteleken, ami itt hálás vagyok. Igen, szóval szeretek itt lenni. Hogyan érzi? Befogadóak a helyiek? Be. Az is az embertől függ. Az is attól függ, hogy a pap mennyire nyitott. Mennyire megközelíthető, mennyire közvetlen, ha sokat számít. Papként nem vagyok itt, hogy parancsolgassak, vagy hogy mondjak, hogy ezt ott ingyen, hogy muszáj, hogy így legyen, nem. Igen, az is tartozik hozzám, hogy megmondjam, hogy na, ennek ez a rendje, vagy annak az a rendje, de emberi módon is meg lehet csinálni. És pont az a lényeg, hogy legyünk emberek, és emberségünkből indulunk Isten felé, vagyis abból indulunk a lelki dolgok felé, ami nagyon-nagyon fontos. Ha a hívek is látsák, hogy a pap olyan, mint mi, igen, hogy pap, de mégis olyan, mint mi, ott van köztünk, beszélhetünk vele, szólíthatunk, ha kell, akkor miért ne? Befogadóak. Igen. És kicsit a jövőre, milyen feladat vár őre itt Kisteleken a következő időszakban? Na, ez a nagy kérdés. Pontosan nem tudok még mondani, mivel ez az első napom, de nem tudok egy konkrét választ inkább adni, mert ez egy bő kérdés. Amilyen a nap, vagyis minden másnap más feladat. Lényeg az, hogy legyek itt az emberekhoz, a hívek között, szolgáljak. Ha keresnek, akkor legyek ott. Ha tudok őket segíteni, akkor segítsek. Az a legfontosabb. Persze benne van a szent misé, a szentségek kiszolgáltatása, de hadd legyek papjuk. Hadd legyek papjuk, ami nagyon-nagyon fontos számomra. Az az első, hadd legyek
a hívek mellett, a hívek között, hogy érezzenek azt, hogy itt vagyunk. Ugye van egy munkatársam, segédlelkészem, Szabó Csacsa, aki nem sokára itt van már, itt van Kistelek, ma költözik be, ismerni is fogjátok. Tehát, hogy együtt vele érezzenek a hívek, hogy itt vagyunk. Hogy bátran forduljanak hozzánk bármilyen úgyel, és lehetőleg a tehetségeink szerint segíteni fogunk őket. A következő percekben Amanszó Brenda atya első kisteleki miséjét tekinthetik meg felvételről, amelyet augusztus 4-én a kisteleki Szent István katolikus templomban tartott. Én ugyanabban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az egyetemben az első szobatársam egy ügyvédje volt.
Biztos tudok, hogy egy 5 éve majdnem mentem dolgozni Nigériában. Sőt, annak a fiúnak van egy lányam, annak én vagyok a keresztapja. Kötődöm az országhoz, kötődöm a Nigériához. És így, hogy te itt vagy, még inkább. Úgyhogy szeretettel fogadtunk vissza, szeretettel vártunk. És ugyan nem jó hírként vettük, hogy Imre aki elmegy, de jó hírként vettük, hogy te lépsz nyomdokaival. Isten hozott nálad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Isten hozott kisteleken, a kisteleként házközség nevében fogadtunk ezt a személyi ajándékot. Még nem telt egy év, hogy itt álltam és búcsúztattalak, akkor azt mondtam, hogy bezárul egy ajtó és sok nyílik előtte ki helyette. De ezt nem gondoltuk, hogy ennyi ajtó egy év alatt, hogy igaz, iskolaigazgató is lehettél, prefektus is lehettél, és most kisteleki plébánosként állt itt előttem, aminek nagyon örülünk. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt vagy, és érezd magad itt van nálunk. Köszönöm szépen. Isten hozott kisteleket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, nagyon jó újra itthon lenni. Jó itt állni most, mint kisteleki papja. Igaz, hogy az elódom, aki továbbra főnököm, nehezen fogtam fel, hogy itt fogok szolgálni Imre atya nélkül, de ő az első ember, aki mondta nekem, hogy Brandon, hidd el, jó lesz. Mondom, jó, ha azt mondod, akkor elhiszem. Továbbra mondta nekem, hogy itt leszek, segítek. Mondom, jó, akkor nincs is kérdés, megyek. Hálás vagyok érte, hálás vagyok értetek, külön köszönöm a püspök atya, aki rám bízott ennyi település. Bízok benne, és remélem, hogy nagyon jó fogok itt Szabó csacsával együtt érezni, mint eddig. A mai Szent Misé, ezek a következő testvérünkért ajánlom fel. Elhunyt Horváth Zoltánné, Kormány Julianna lelki udvéért, a Szuzanya tiszteletére és a Rozsafűzi Társulat élő és elhunyt tagjaiért, az Osztelin család elhunyt tagjaiért, elhunyt Kucsora Imre és felesége Tóth Etelka és gyermekei Imre és felesége, Pál Tamás és felesége és Sándor lelki udvéért és Illo családtagokért, valamint elhunyt Zsemberi János halálának negyedik évfordulóját. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult szívvel és lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
teremtő és gondviselő Istenünknek. Ó, támaszd mindenkor híveidet, újíts neked a mi adományaidat bennünk, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mind örökkön örökké. Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor
a nép nem találta Jézus, sem a tanítványait, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumban, hogy megkeressék Jézus. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, mikor jött ki ide? Bizony-bizony mondom nektek, felelte Jézus, nem az itt kerestetek, mert csodájeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből is jól laktatok. Ne olyan eledelét fáradozatok, amely megromlik, hanem olyan írt, amely megmarad az örök életre. Ezt az ember fia adja oda nektek. Úgy ugyanígy az atya igazolta. Erre megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk. Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytották. Hát te milyen csodajelet teszel, hadd lássuk és higgyünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mánnát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá. Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többi nem éhezik. És aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a várok vezetőségét, polgármester, a polgármesterül, az egyházközség vezetőségét, kedves hívek, kedves barátok, kedves vendégek, Isten hozott minnyájunk. Ma egy olyan dologról szeretnék beszélni, vagy egy kicsit el szeretnék térni az evangélium tanításától, és egy másik, teljesen másik dologról szeretnék beszélni. Angol nyelven van egy közmondás, amit napok óta próbálok magyar nyelven találni a helyes fordítását, de mégse sikerült. Ez a közmondás az nem más, mint over familiarity breeds content. Over familiarity breeds content. Be is ütöttem a Google fordítóba, sok minden dobott ki, de én is tudtam, amennyire nem tudok tökéletes magyarul, hogy az nem az igazi. Lényeg az, hogy így hangzik. A túlzott ismertség megszokáshoz. Nem tudom, hogy ez érthető-e. A túlzott ismertség megszokáshoz. Ez miért is érdekes, ez a túlzott ismertség. Maga a familiarity azt jelenti, hogy ismerni valaki, vagy valamit. Over familiarity pedig azt jelenti, hogy túlságosan, túlzottan ismerni valakit, vagy valamit. És ez megszokáshoz. Vannak apró dolgok, ami már nagyon egyszerű számítanak mindennapi életünkben. Használunk, foglalkozunk, de közben nem veszünk észre, hogy egy áldásban részesülünk. Adok néhány példát. Ma reggel felkeltem. Sötét volt. Így is csináltam már, bekapcsoltam a villanyt nálam, is így. Mondom, szomjas vagyok. Kerestem vizet. Közben eszembe jutott, hogy kávézni. A kávégi be is kapcsoltam. Itt a víz, itt a kávé. Iszak, iszak. Közben mondom, jól lenne egy kis tévé. Csend van. Bekapcsoltam a tévé. Megy a tévé, iszok vizet, iszok kávét. Jó az élet, ugye? Mentem tusolni, folyik a víz, kezembe tiszta víz, jó kávé, megy a tévé. Tusoltam, mondom, jó, megyek misélni. Beültem a kocsimba, mentem Csengelire. Jó az út, semmi baj nem volt. Csengelin miséltem, Balássára, beültünk megint a kocsiba, semmi baj nem volt. És Balássára kiseletre, tehát biztonságosan éreztem magamat. Igen ám, 10 éve vagyok Magyarországon. 10 év ezelőtt, vagyis azelőtt nem ugyanez volt a helyzet.
Amikor 14-ben érkeztem Magyarországra, többször beszéltem már erről. Szegeden, az első híten, a szobámban állandóan égett, vagyis égett a világ. Mondom, hadd próbálom, mi az, hogy bármikor bekapcsolom így. Azért, mert Nigériában ott is van villány. De hozzá voltam szokva, hogy néha hetekig, néha napokig, néha hónapokig áramszünet van. És amikor Szegeden kihirdetik, hogy ettől eddig lesz áramszünet, elnézést kérünk. Kérdeztem magamtól, hogy hová kerültem. Kik ezek az ember? Nálunk az van, hogy a kedvüktől függ. Most van, most nincs, ez van, hozzászoktunk. Akár ma este, éjfél után, ha úgy érzed, hogy jó, mennék valahova. Szépen beúlok a kocsimba, és indulok. Nem félek attól, hogy elrabolnak. Nem félek attól, hogy nem jó az út. Hanem inkább arra kell vigyáznom, hogy álmos vagyok-e, józan vagyok-e, tudok-e vezetni. Nem tudom, hogy értető-e. Magyarul vannak mindennapi apró áldások, amiben az ember részesül. De már nagyon egyszerűnek számítanak szemünk előtt. És néha azt gondoljunk, hogy nekünk ez jár. Holott nem. Holott áldás. Ivóvíz. Annyi tiszta vízem van, ihatok, amit akarok. De sok helyen nem ugyanez a helyzet. Ma reggel hallgatom a híradót. Kezdtem a CNN-nel. Ott a háborúról beszélnek. Mondom, erre nincs kedvem. Átféltem a Al Jazeera-ra, ugyanerről beszélnek. Mondom, erre sincs kedvem. A Sky News is ugyanerről beszél. Háború, hol ez van, hol az van. Mondom, ki is kapcsoltam. Erre ez nekem nem hiányzik. De tudom, jobba tudom, hogy ez a valóság sok helyen. És olyankor az ember megbecsüli, ami neki van. Ott voltam. Jó az élet. Készülök a misére. Nyugodt vagyok. Biztos vagyok benne, hogy lesz mit ennem, lesz mit innom. És leesik az embernek, hogy adj hálát. Nem mondom, hogy minden jó, minden tökéletes, nem. De legalább ami van, a szem előtt kell megtartani. Over familiarity, a túlzott ismertség. Ez is vonatkozik az emberekkel való kapcsolatunkra. Barátunkkal, családtagjainkkal, férjeddel vagy feleségeddel. Mikor azt gondolod, hogy hát ez már megunom. A férje már nem tud meglepetést csinálni számomra. A feleségem se tud meglepetést csinálni számomra. Keresek más valamit. Keresek valami kint. Közben azt, amit kint keresel, ott van mellette. De már nem becsülöd meg. Mert keresed egy újdonság. Erre mondja egy ismerősöm, hogy az overbutor darab megszokjuk. És akkor veszünk észre, hogy hiányzik, ha már nincs ott. Akkor veszünk észre, hogy fú, amikor ott volt, az így jó volt. Amikor ez az ember volt, jó dolgom volt, könnyebb életem volt. Becsüljük meg, ami nekünk van. Ez is vonatkozik a papokra. Papi létemből bármikor foghatom magamat, hogy misézni szeretnék. És misézni is fogok, mert pap vagyok. De tisztában vagyok azzal, hogy nem azért vagyok pap ma, mert sokat tanultam. Vagy azért, mert nagy koponyám van. Vagy annyira ügyes vagyok, hogy muszáj pap lenni. Nem. Hanem azért, mert annak ellenére, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok, Isten továbbra hívott erre a tisztességes, erre a méltó szolgálatra. És ha minden misén, amikor megfogom az eukarisztiát, ezt szem előtt kell, ha tartsam, hogy ez nem rajtam múlik, nem rólam szó, nem vagyok a központban, hanem ez Isten kegyelme. Isten kegyelme által lehetek pap. Papszentelésem előtt, pár hónap a papszentelésem előtt, kis krízisbe kerültem, ami arról szól, hogy attól féltem, hogy rendszeresen fogok misézni. Nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy rutinból misézek, mert előfordulhat, hogy az ember, mivel majdnem ugyanaz a szövegek, rutinból mondja ezek a szövegek. Már nem becsülj, ami előtte van,
nem is fogja fel, hogy ez Krisztus teste és vére. Attól nagyon féltem. Csak mondja nekem akkor a elöljárom, hogy ettől nem kell félni. Arra kell vigyázni. Szemed előtt kell tartani, hogy ez nem emberi dolog múlvesz. Ez isteni. És úgy próbálok minden nap leélni az életemet. Pénteken hazaértem a plébániára, és szól a kollega, hogy az otthonban nem a napsugár, hanem a napsugár magot, hogy van egy 100 éves néni, akire szüksége lenne a beteg kenete. Fogtam magamat, vittem az olajat, vittem az eukarisztiát, el is mentem. Oda érkeztem, be is hozták a nénit, és elkezdtünk beszélgetni. Mindenféle imádságot tud, fejből. Le is nyomtam mindegyiket. Hiába kérdezek, hogy maga hadd van, ahogyan engem látott már nyomja az imádságokat. Mondom, jó, csinál. Az imádság végén meg is áldoztattam. Aztán kiscseng, aztán megint imádság. Amikor vége lett az egésznek, megfogott a kezemet, mondja nekem, hogy köszönöm. Most megnyugodtam. És megint akar, leesett, hogy rendelkezésemre áll az eukarisztia minden nap, szinte az életem minden napján. Holott vannak emberek, akik erre vágynak, erre van szükségük, de nem járulhatnak ehhez. Ez megint egy áldás, amiben részesülhetek. Tehát mi a mai üzenetemnek lényege? Az, hogy legtöbbször azt számoljuk, amit nincs. Jól lenne, ha ez megvan, jól lenne, ha az megvan. Hú, megint ezt kell csinálni, azt kell szerezni, azt kell szeretni. Közben részesülsz egy áldásban, és nem élvezed a pillanatot, mert panaszkodsz, mert tele vagy szomorúsággal, feszültséggel, mert próbálod saját magadat hasonlítani másokkal. Holott a te életed az sokkal jobb, mint sok emberi, és ezt sokszor nem fogjuk fel. Ami az nagyon veszélyes. Ó, nézd már, az a házas pár. Ó, milyen arányosak. Ó, a férjem ennyire nem szeret engem, mint azt a férj. Honnan tudod? Honnan tudod? Ó, a szomszédnak van ez vagy az, nekem nincsen. Is akar? Is akar? Legalább neked, ha van egészséged, jó egészséged. Neked van házad. Nem tartozol senkinek. Ott van a családod. Hazamész és boldogan fogadnak be. Akkor miről is van szó? Nem félsz attól, hogy elrabolnak. Nem félsz attól, hogy éhen halsz. Nem szólulsz rá a segítségre. Akkor miről is van szó? Miért panaszkodunk? Miért keresünk, ami nincs? És közben, ami van, nem becsülünk meg. Ha más nem tanultam Imre atyától, mindig azt szokott mondani, hogy fiúk, itt nincs pazarlás. Igaz, hogy nekünk van, de becsülni kell. Akkor is, ha például kilépek a szobámból, és ég a villany, már messziről kiabálhat, Brandon, kapcsold le! Itt nincs pazarlás. Ami csak menteni kell. Mert tisztességbe kell tartani ezek a dolgok. Az, hogy megvan, az önmagában egy áldás. De akkor is becsülni kell. Ilyen az élet. Az életünk. Senki nem mondhatja, hogy holnap biztosan fölkelek. Senki. Se én, senki. De csak reménykedünk, hogy holnap lesznek terveink, vannak terveink, és úgy is fog megvalósulni. Ez csak a jó Istenen múlik. Lefekszel, nem is tudod, mit történik veled. De annyit tudok, hogy másnapon fölkelsz. Miért? Nem azért, mert nagyon ügyesek vagyunk, nem. Ez mind Isten kegyelme. És erre szeretnék ma utalni. Az Isten kegyelmére. Amit sokszor nem becsülünk meg. Amikor valaki azt mondja, hogy ezek a papok mindig tudnak dumálni, tudnak védeni az egyházat. Az egyház ilyen, az egyház olyan. Az nem tagadom. Az egyház sok minden. Tele van szentekkel és bűnösökkel. Ilyen az egyház. Nem vagyunk tökéletes, de nem az egyházért, se a papért,
se a kántor ritkel templomba járni, hanem saját magad írsz. Az, hogy a plébános olyan vagy ilyen, azon ne foglalkozz. Az Istennel való kapcsolatoddal foglalkozz. És az a fontos, hogy észreveszed, hogy igen, emberként sok minden meg tudsz valósítani, de azért Isten kegyelmével, Isten szeretete miatt vagy még itt. És az sok a számít. Kedves testvérek, nagyon rövidesen összefoglalva becsüljük meg, amink van. Isten kegyelme, ne vegyünk hiába. Adjunk hálát. Egy kis fölkelsz és mondod, köszönöm Istenem, köszönöm, hogy itt vagyok. Köszönöm a családomért, köszönöm szüleimért, feleségeimért, feleségemért, gyermekeimért, a sokat számít. Mert ha tudsz hálát adni, még többet kapsz. De ha nem becsülöd meg, ami neked van, előbb-utóbb észre se veszed, amikor elveszik tőled. Tehát ma, tudom, hogy az élet nem könnyű. Tudom, hogy nem mindig jönnek a dolgok össze, ahogyan tervezünk, ahogyan akarunk. De azt is tudom, hogy ha nagyon jót figyelünk, ha vizsgáljunk az életünk, van miért hálát adnunk. És erre hívom ma a figyelmünket, hogy lehetőleg mindig adjunk hálát. Ámen. Hiszek egy Istenben. Aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak között, fölment a mennybe, ott jön a mennytől teljesen jönnek, onnan jön elítélni élőket és soltokat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusban a Szent Egyházat, a szentek közösség, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Könyörögjünk testvéreim az irgalmas Istenhez, aki Krisztus által táplálja éhező lelkünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. 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 Kérem téged, hallgass meg! Istenünk, nélküled senki sem lehet igazán boldog, és senki sem udvozzulhet. Tekints irgalmas szemmel hozzád konyorgó népedre, és engedd úgy boldogulni a földön, hogy elnyerje az örök életet. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Oh.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmas Urunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, neked szentett örök áldozata tegyél minket. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljünk föl szívünket. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és udvos. Hadd mindig is mindenütt hálát adjunk néked. Mi Úrunk szentséges Atyánk, mindenható Örök Isten. Ki megszánva tíveigő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszt halál által, az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva halálból, örök életet ajándékozott nekünk. És ez itt mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod korú álló hatalmas igi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentedd meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hadd számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt unként adta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is így szólt. Vegyétek is, igyetek ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek is sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletesi a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk,
ezek az elhunyt testvéreink, akikét ajánlottuk ezt a szent misét. Emlékezzé meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogság a Szűz Máriával, Szent Józseffel az új jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Udvozítunk parancsára, és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szabadíts meg, kérő Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk nek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttünk. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vicceinket nézed, hanem egyházad hitit. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei jelvebe tápláltál lelkünket, ótalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek a következőket. Jövő héten, hétfő, szerdá és pénteken lesznek szentmisék itt a templomunkban. Az hétfői szentmisé egy elhunyt gyermekért, egy elhunyt testvérért és élő családtagjaiért lesz a szentmisé. A szerdai szentmisé a papi hivatásokért lesz, és a szentmisé követően lesz fél órácsán szentségi imádás. A pénteki szentmisé pedig elhunyt Molnár Albertné és Kaponai Mihályné, korábbi Rózsafűzé társulati tagok lelki udvéért lesz. Ma van augusztus első vasárnapja, ami azt jelenti, hogy délután 2-tól 4 óráig lesz szentségimádás itt a templomunkban. Jövő vasárnap szintén fél 11-kor lesz a szentmisé itt a templomban, és az a szentmisé elhunyt Sebok Istvánné, Gaja Juliánna Katalin, elhunyt Gézi Mihály is felesége Szerzó Teriz, elhunyt Szerzó Péter is felesége Krizsán Teriz, és elhunyt családtagjaikért lesz, valamint nagyszülőkért és elhunyt családtagjaikért. Továbbra hirdetem, hogy tegnapi napon kaptunk az értesítést Szege a püspökségtől, hogy az nyugalmazott püspökünk Gyülei Endre püspök életének 94. élete évét visszaadta lelkét a teremtőihez. Majd ahogyan értesítenek minket, tájékoztatni is fogunk, hogy mikor is had lesz a temetése. Imádkozunk majd a lelki udvéért. Kedves testvérek! Sose voltam még plébános, vagy plébániai kormányzó. Kérdeztem is az előjáraimtól, hogy jól megfontolták ezt a döntést. Imre atya azt mondta, hogy jó lesz, segítek. Mondtam neki, hogy jó. Ha nem sikerült, összecsomagolom, vásárhelyre megyek, gyere ide, old meg a problémát. De csak bízunk benne, hogy jó lesz. Lényeg az, hogy türelmet kérek. Türelmet kérek. Igyekszek tanulni. A hibáimtól is, mindentől. Hívjátok a figyelmemet, hogy Brandon atya, ezt is elhanyagolták. Valószínű, hogy bocsánatot fogok kérni, de tényleg igyekszek tanulni. Van egy munkatársam, Gál Szabolcs atya, aki júniusban szentelték. Vele együtt fogunk ellátni a 8 település lelki ügyét. Fiatal, talpra esett, papként ismertem. Együtt tanultam vele anno a szemináriumban. Időnként is látni fogjátok. Segítsetek minket, hogy jobban tudjuk titeket vagy önöket segíteni. Lényeg az, hogy szolgálni szeretnék. Szolgálni akarok. Az itt is vagyok itt, hogy szolgáljak. Nem vagyok gondolatolvasó. Addig, amíg nem mondjátok ki, hogy ebbe segíts, abba segíts, nem tudok segíteni. Azt mondom, vagyis magyarul, hívjatok, zaklassatok. Hívjatok a figyelmemet, és tényleg ott leszek. Képességeim, tehetségeimhez mértén, amiben tudok segíteni, segítek. Az itt küldött a püspök. Sőt, szó szerint azt mondta nekem, hogy menj oda, úgyis ismered már a hely. Mondom, jó, megyek. Tehát, szolgálatról szól az ide érkezésem, hogy folytassam, amit Imre atya eddig csinált. Itt vagyunk Szabolcs atyával. Bármi, ha bármibe tudunk segíteni, azért vagyunk papok. Dolgozni akarunk. Dolgoztassatok minket. Ez a lényeg. Ne féljetek attól, hogy nem tudom most, ha fölhívom a papot, hogyan fog reagálni. Nem fogok sehogy reagálni. Orulni fogok neki. Hívjatok, szóljatok, és megyek. Vagyis megyünk, csinálunk meg. És bízok benne, hogy nagyon jól fog sikerülni ez az új kezdemény. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, hogy eljöttetek a mai szentmisére. Köszönöm a kórus, köszönöm a minisztráns, köszönök mindenkit.
Kívánok nektek szép vasárnapot, szép következő hetet, nagyon vigyázzatok magatokra, nagyon meleg van, ami azt jelenti, hogy igyátok sok vizet. Én bírom a meleget, azon nincs gond, otthon érzem magamat, de igyátok sok vizet. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, egy jó nagy ebéd kívánok nektek az étvágyatokhoz, vigyázzatok magatokra és jó egészséget mindenkinek. Az Úr legyen veletek, áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen a heti mozaikot a Kistelekvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorra, keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!